remek szezont fut az FC Nagykanizsa női csapatának középpályása Szollár Bernadett, 15 góllal áll MB2 nyugati csoportjának gólövő listáján, és a csapatkörüli történésekről fogunk most beszélgetni vele. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, megkeresésünket. Én köszönöm. Még a felvétel előtt kérdeztem, és mondtad, hogy nem is biztos, hogy tudsz rá válaszolni, hogy volt már ilyen gólgazdag szezonod? Szerintem nem. Idén először talán, de az elmúlt bajnokságokban is az elég sokszor betaláltam. Ahhoz képest, hogy ugye középpályás vagyok, és nem ez a fő feladatom, hogy gólt rúgjak. Igen, pont ezt is kiemeltem, hogy irányítóként játszol mégis. Ilyen gólgazdag a szezonod, ráadásul mondhatni, hogy középcsapatban éred el mindezt. Most szerinted mi lehet a kulcsa ennek a jó teljesítménynek, ha csak a saját magad játékára koncentrálunk? Hát szerintem az ennyi teljesítmény, az edzéseken való akarás, meg a mérkőzéseken, hogy próbálom segíteni a többieket, így én is oda jutok azért a kapu elé, és aztán bátran vállalom a lövéseket messziről, mert általában ezt mind 16-oson kívülről érem el a gólokat. Akkor bombázó vagy. Így van, így is mondhatjuk, igen. És végignéztem a karrieredet az adatbankon, ott amit látunk, láthatunk, az alapján kijelentető, hogy nagyon fontos szerepet töltesz be fiatalkorod ellenére magyarban is, de a kanizsai női fociban, hiszen tulajdonképpen szinte végig itt játszottál, volt egy kis pécsi és egy kis zalaegerszegi kitérő, hogyha minden igaz. Hogy emlékezelte vissza a kezdetekre? Hát még amikor elmentem Pécsre, az csak azért volt, hogy NB1-es játékos lehessek, mert ott akkor voltak olyan lehetőségek, hogy hát ha feljutunk az NB1-be, ami nem sikerült, így aztán visszatértem, de utána is lett volna lehetőségem NB1-be, mentem próbajátékokra, de volt egy olyan érzésem, hogy most nekem itthon van a helyem, hogy nem szeretnék már senkinek megfelelni, meg itthon ismernek. Itthon egyszerűbb, nekem is itthon van mindenki, így aztán a csapat is ismer, én csak annyit, hogy itthon szeretnék játszani a többiek, akikkel az elmúlt 10 évben együtt játszottam. Pont erre is ki akartam térni, örülök, hogy említett, hogy volt-e esetleg megkeresés, vagy esély, hogy mondjuk magasabb szinten NB1-ben szerepelhess? Megkeresés is volt, illetve én is kerestem meg NB1-es klubokat, de a vége úgy döntöttem, hogy nem szeretném azt. Inkább itthon megpróbálom, hogy a kanizsai csapat legyen a legjobb helyen itt, Nagykanizsán. Ja, mondhatjuk, hogy ős zicseres is vagy. Ugye ott volt egy jelentős váltás, nem olyan rég, mikor vissza kellett lépni az NB2-től. Ezt hogy élted, hogy éltétek meg? Hát igen, azt a Józsival beszéltük át, még ketten közösen, hogy nem az a cél, hogy most minden áron legyen itt csapat, hanem az, hogy egyben maradjon a csapat, ezért választottuk a Novát, hogy hát ha befogadják, akkor az összes játékosunkat, ami sikerült is, és végül olyan jól sikerült, hogy ugye utána vissza tudtunk térni Nagykanizsai színbe, ami szerintem a legjobb döntés volt, hogy ide jöttünk vissza. Milyen volt az a novai szezon? Azért ez egy elég ritka húzás, ha csak a foci karrierre gondolunk, foci sportágra magára, hogy szinte egy egész csapat elmegy kölcsönbe játszani egy az egyben a garnitúra egy másik együtteshez. Amúgy jó volt. Az elején, az első szezon, az őszi rész az nagyon jó volt. Utána tavasszal már voltak ugye kisebb gondok attól, hogy ide kerülünk vissza, Kanizsára ugye el kellett mondani, ott tudták, hogy visszajövünk, és aztán utána nem volt olyan könnyű a helyzetünk ott, de végigcsináltuk, ahogy tudtuk, szerintem mindenki kanizsai részről, utána meg simán visszajöttünk ide Nagykanizsára, még a Nova játékosokat is hoztunk magunkkal, ugye. Akkor azért a Nova alaposan meggyengült itt a szezon végén. A Nova az ugye nem is indult el utána már NB2-be. Akkor nem csoda, hogy kicsit feszült lett a hangulat a szezon második felére, de azt mondta még Józsi, Benek József nekünk is egy interjúban, hogy jó volt a kapcsolat neki vagy vele és a novai labdarúgókkal. Igen, abszolút, nagyon összenőttünk ott, elmondhatom most is, ugye itt vannak novai játékosok, akik ugye már a kanizsai színekért vannak, de nagyon egyben van a csapaton, úgy érzem most. És ugye az sem a régi idő, a szezon elején jelentette be az FC Nagykanizsa, hogy kvázi felkarolja a női focit is és behúzza a klub alá. Ez a döntés rátok hogy hatott? Hát mi csak így később tudtuk meg, egyelőre csak a két elnök beszélte ezt meg, mi a bajnokság vége felé tudtuk meg, hát mi vártuk. Alig vártuk, hogy visszajöhessünk Nagykanizsára, hogy ne kelljen Novára utaznunk ez miatt, hogy ott focizunk. Te edzőként is válasz szerepet a FC Nagykanizsánál. Melyik csapatot irányítod és hogy megy az edzősködés?
Én az U16-os csapatot irányítom. Egyelőre hát harmadik helyen vagyunk, azonos pontszáma most a Siófokkal, de nekünk ugye elmaradt mérkőzéseink vannak, így hát reálisan a harmadik helyen fogunk úgy végezni, úgy gondolom. Nagyon jó kis csapatunk van, akik ugye az U14-gyel együtt futballoznak, mert ugye oda-vissza játszanak föl a kislányok, akiknek szerintem nagyon jó rutinszerzés ez a bajnokság itt, hogy itt tudtunk indulni. Mennyire népszerű most Kanizsán a női foci, hogy látod? Van utánpótlás, keresik a klubot, vagy azért kell ezzel harcolni? Keresik is, de kell harcolni is. Kell keresni nagyon a lányokat. Az a baj, hogy nagyon későn kezdik el a focit, és fiúk közt nem szeretnek futballozni, ezért mi nekünk az a célunk, hogy mindig kisebb korosztályban próbáljunk női csapatokat indítani. Ez miatt alakult meg az U14-es csapatunk, ugye idén van először, eddig nem volt, és igyekszünk sokat, nagyon sok kislányt megkeresni. És hogy tudjátok ezt kivitelezni? El kell menni iskolákba, beszélni tesi tanárokkal, vagy hogyan működik ez? Hát igen, iskolákba kell eljönni, a diákolimpiákra ide ki, a pályákra, amikor van, és a testnevelő tanárokkal, akik ott nálunk edzők az egyesületnél még. Olyan esetleg lehet, hogy mondjuk más sportágból megpróbáljátok átcsábítani a kislányt, hogy nem tudom, láttad, hogy ügyesen mozog a kézilabda pályán, vagy kézilabda meccsen, de hát lehet, hogy mondjuk szerinted akár fociban jobb lenne. Van ilyen is, igen, hogy megpróbáljuk, aztán hogyha sikerül, sikerül, ha nem, akkor sajnos nem, mert ugye a kézilabda is jól megy itt Nagykanizsán. Hát igen, hála Isten. És az U14-es csapat nyilván ott nem te vagy az edző, de gondolom rálátsz, hiszen mondtad, hogy van átjárás. Ők hogy szerepelnek? Az U14-es csapatunk, ők 6. helyen vannak, vagy 7. most, de ott nagyon jó csapatok el játszanak, mint a Ferencváros, MTK, úgyhogy olyan kiemelkedő csapatok el játszunk, hogy van honnan tanulniuk. És ezt is jó, hogy mondod, maga a magyar női foci, tehát most kicsit elvonatkoztatva Kanizsától, szerinted milyen lábakon áll most? Kevés az utánpótlás játékos mindenhol, nekem azt tűnt fel. Nagyon nehéz megtalálni, és az ügyes játékosokat, ugye, mert vannak, meg elhozzák őket, de nem, ugye, annyira nem ügyesek még, de próbálkozik mindenki szerintem. Nagy kluboknak is akkor nehéz. Mindenkinek nehéz, igen. Én úgy érzem, hogy mindenkinek. Van egy-kettő kivétel, mint a Ferencváros, vagy az MTK, ugye, akik azért ők profik, de minden más egyesület azért küzd ezekkel a dolgokkal, hogy lányokat keressenek. Próbálja segíteni ezt az MLS egyébként, hogy a női focit is egy kicsit magasabb szintre emelje itthon? Hát igen, de inkább a profiknál. Itt vidéken azért ne, meg ebbe az utánpótlás, háromnegyed pályás bajnokságokba, azért inkább csak az egyesületek harcolnak ezzel, hogy meglegyen minden. Mondtad itt a vidék kifejezést, és azért az a ti bajnokságotokban is látszik, hogy a két pesti csapat hát alaposan kiemelkedik a mezőnyből, és a többi együttes harcol inkább egymással nagyjából hasonló szinten, ha jól. Igen, a Budaörs és az Azulvárd kiemelkedik. A Budaörs az egy nagyon jó csapat lett, ugye most második évben indultak az NB2-be, tavaly még nem voltak ők se erősek, amikor Nová játszottunk, ott x-eltünk mondjuk velük, úgyhogy, de azóta ugye jókat igazolnak, válogatott játékosokat az Azulvárd, de ő meg egy régi Metis, ugye, aki ismeri őket, ők meg felszedik azokat a diákokat, akik mennek főiskolára Pestre, és azokból tudnak megélni igazából. Úgyhogy ők meg ettől jók, hogy a vidékről, akik felmennek Pestre tanulni, ők lecsapnak rájuk és odaigazolják őket. Gondolom az sem mindegy, hogy azért akik már egyetemre járnak, nagyjából a 20-as éveik elején lehetnek, tehát a magot gondolom a második helyezett csapatnál 20 év eleje, mi nálatok azért a többség hát még 10 éves. Igen, nálunk inkább a középiskolások, akik egyetemisták nálunk is elmennek Pestre. Egy-kettő visszajön és itt marad, de ők is ugye csak hétvégére szinte. De mi azért szerintem a 18 évesekkel is nagyon jól tudunk kijönni, és nagyon jó csapatunk van most. Érdekes ez, hogy mondod a 18 éveseket, így a magad 27 évvel, csak halkan jegyzem meg, kifejezetten rutinosnak számít az együttesben. Igen, hát sok mérkőzés játszottam, illetve ugye az, hogy máshol játszottam, nekem több szempontból másabb, ugye edzésekből, ugye tanultam ott, edzőktől tanultam sokat, úgyhogy én megpróbálom itt segíteni itthon a lányokat ezáltal. Mondtad, hogy ez a két együttes kiemelkedik, mi lehet akkor a reális cél ebben a most futó szezonban a Kanizsának? Már az NB2-ben. Én szeretném, ha az 5.-től fölfele érnénk el a helyezést, szerintem az reális is lehetne most. Igaz, most gyengültünk ugye erre a félszezonra, mert mondjuk a Köröc Bianca ugye
anya örömök elé néz, így aztán ő egy elég rutinos, mellettem rutinos játékos, aki nagyon sokat segített a csapaton az elmúlt fél szezonban, de majd nyáron visszaváljuk őt, ugye. Reméljük vissza is tér. És ha már mondtad az ötödik helyet, ugye érdekes, hogy ott megyei rangadó van, hiszen a Zete van egyel a Kanizsi előtt, viszont azt a mérkőzést, az egymás elleni meccset hozta a Kanizsa. Igen, és most is ez lesz a célunk, hogy nyerjünk. Igaz, most Egerszeggel leszünk, és az ott ugye mindig nehezebb idegenben nyerni, de mindent megteszünk, hogy nyerjünk. Nem jobb egyébként a megyeszékhelyi együttes, tehát nagyjából azonos szintre sorolod most a Kanizsát és az Etét? Én szerintem most ők erősebbek igazából, de csapatszinten mi jobbak vagyunk, úgy érzem. És ez ki jöhet? Ez abszolút. Mik lehetnek a célok, és még maradva egy kicsit az NB2-es együttesnél, ugye így FC Nagykanizsaként most ez az első szezon, ami nyilván kicsit új, bár arra is tettél utalást, hogy nagyjából a keret azért már régóta ismeri egymást. Igen, nagyon régóta vannak ugye még rutinosabb játékosok nálam is, akik már nagyon régóta itt vannak, illetve azok a játékosok, akik itt vannak fönt és fiatalok, ők az utánpótlásba jöttek föl, nem úgy igazoltuk őket, hanem már ők is ismerik a felnőtt játékosokat, és ismertek mindenkit, úgy jöttek fel a felnőttbe, hogy nem volt nekik új semmi. Akkor magyarán, ha jól értem, az lehet a cél mondjuk a következő szezonban, szezonokban is, hogy a saját utánpótlásból még több fiatalt behozni, még több fiatalt leigazolni, és mondjuk ők akár szerezzenek így NB2-es rutint is. Így van az a célunk, hogy a sok fiatal az itt maradjon nálunk, és itt akarjon futballozni Nagykanizsán NB2-be, vagy akár, ha nagyon, sok, nagyon messze nézünk, akkor akár NB1-be, mert olyan játékosok vannak most az utánpótlásban, akik bármire képesek lehetnek szerintem. Elmítetted, hogy többeket figyelnek is, tehát valóban úgy tűnik, hogy jó a női focival zajló munka itt Kanizsán. Igen, én is úgy érzem, hogy sok mindent megteszünk a lányokért, de a lányok is akarnak, nyilván ők is kellnek hozzá, hogy ilyen szinten futballozzanak, de azért szeretnék őket megtartani. Kicsit visszakanyarva még a saját teljesítményedre, mivel lenni elégedett a szezon végén. Hát a második helyen álló lány a góllistán kicsit már rá van húzva, hogy 5 gól van köztetek, de visszakanyarodva te mit vársz még a hátralévő meccsektől? Hát nekem az a fontos, hogy mindig meglegyen a 3 pont. Mindegy kirúgja a gólt, nem lényeges ez. Ha én szerzem, az nekem plusz öröm. A csapatnak is jó, ugye góllövőlista szempontjából is, de a lényeg a 3 pont. És edzőként a saját csapatodtól mit vársz még, ami vissza van? Hát az, hogy húzzák be a 3. helyet. És ez reálisan látva szerinted meg lehet? Én abszolút így érzem, igen. Hát akkor ehhez is sok sikert, meg a további gólokhoz is, és az NB2-es csapatnak a szerepléséhez is. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen. Ennyi volt mára a Szertár. Új műsorral 2 hét múlva várjuk majd Önöket, és ne felejtsenek el feliratkozni a YouTube csatornánkra, ahol most egy női csapatról is láthatnak egy beszélgetést, és egyébként a férfi együttesről pedig végig követhetik velünk Gombos Zsolt csapatának a szereplését. Köszönöm szépen még egyszer, sportos, jó hétvégét kívánok, viszontlátásra!